Gálvölgyi Dorkát már gyermekkorában megfertőzte a színház, szerepelni ugyan nem akart, de a kulissza illatát mindig is imádta, most pedig egy új teátrumnak, a Hadszín Teátrumnak lett az igazgatója. Jó reggelt, és gratulálunk! Köszönöm szépen. Hogyan alakult ez, hogy színházi igazgatóvá? Hát azért ez egy óriási. Nagyon jól hangzik, igen. Nagyon igen. Sok munkával jár egyébként. Sokkal jobban hangzik, mint amennyi felelősség és feladat van vele. Hát igazándiból ugye a tulajdonosi kör keresett meg közel egy éve, és hosszú hezitálás után elvállaltam. Korábban dolgoztam már színházba, és hát ugye, ahogy el is mondtad a Felkomba, tehát ugye a háttér része az mindig is érdekelt a színháznak, és szerettem. És szerepelni valóban nem szeretek. Színészek gyermekei ugye többször voltak itt nálunk, amit legutóbb például a Trokán művész volt itt, és azt mondta a saját lányinál, és azt érezte először, hogy a háttér érdekli a gyermeket. Ehhez képest két gyönyörű lánya van, és mind a kettő színész. Igen. Nem tudom, nálunk szerintem igazándiból a nővérem se, bár ő egy picit kacérkodott a gondolattal, de aztán végül is nem lett színésznő, és én se szerettem soha szerepelni, és tényleg most sem szeretek. Maga, hát valószínűleg egyébként egy színész gyerek először nem csak a közönség részről látja ugye a színházat, hanem hátulról. Tehát ez a világ az, amiben így belecsöppen, és ezért valószínűleg ezért minket talán ez jobban megfog. Mennyire lesz igazgatóként mostoha a feladat, vagy mennyire nehéz az, hogy mondjuk, vagy kinek kell megfelelni elsősorban igazgatóként? Gazdaságilag, a nézőknek, odalátogatóknak, a színészek felé? Így, ahogy ebből sorrendben nagyjából. Hát először is nyilván a nézőknek, és nekünk ugye nagyon szép és nemes a feladatunk, mert ugye elsősorban a gyerekszínház lesz a Hadszín Teátrum, úgyhogy elsősorban a gyereknézőknek, akik egy nagyon fontos közönség, és hát nyilván a tulajdonosoknak gazdaságilag meg kell felelni, és hát nyilván az embernek saját magának, a saját elvárásainak, hogy amit csinál, az később esetleg büszkeségre adjon okot, és tényleg minőségi legyen. Ez egy befogadó színház lesz, vagy fix társulattal fog? Hát fix társulattal szerintem már nagyon kevés helyen, talán inkább vidéki színházakban dolgoznak. A saját produkcióink elsősorban a gyerekprodukciók lesznek, de készülünk saját felnőtt produkcióval is, és ezen felül az estéken pedig befogadók leszünk. Abszolút igazgatóként fogsz úgymond a színházban szerepet vállalni, vagy pedig a szakmai részbe is beleszólhatsz majd? Hát momentán ez a kettő, ez most így egybe van még egyelőre, úgyhogy abszolút igazgatóként egyelőre a program kialakításába is én voltam leginkább a anyukaként részletem. Gondolom, ez azért egyszerű. Vagy nem? Nem hát, saját gyerekeken lemérni azt, hogy milyen produkciók azok, amit... Hát a nagyfiam 19 éves, úgyhogy ő már inkább a felnőtt közönség, a kisebb gyermekem 8,5 éves, úgyhogy igen, tehát hogy mind a kettőt ugye pici koruktól vittem színházba, tehát mondjuk, hogy milyen produkciókat szeretnék én látni, mint szülő, és mi az, ami őket érdekelni, ezt nyilván könnyű így megítélni. Miért a gyerekdarabok, vagy miért a gyerekszínház az, amire fókuszáltok? Szerintem ebben borzasztó nagy hiány van, és hát hogy a jövő színházba járó generációja azért mégiscsak ők, tehát hogyha egész pici korban nem kezdjük el tényleg babakortól szoktatni őket a színházba, akkor nem fognak később sem szeretni színházba járni, ahogy például operában nagyon kevesen szeretnek járni. Szerintem egy nagyon fontos réteg a gyerekek, tehát hogy a legfontosabb, hiszen tényleg ezért nagy szavaknak tűnik, de tényleg ők a jövő generációja. Ugye a felgyorsult világban nagyon nehéz most már ugye a gyerekeket lekötni. Itt mondjuk a színházi darabok azok mennyire lesznek hosszúak, vagy mennyire figyeltek arra oda, hogy mondjuk egy gyereket mennyi ideig lehet ugye oda kötni. Mondjuk én mondok ezzel egy ellenpéldát, az én gyerekem elvittem a Nemzeti Lovas Színházba, és 3 órát így ült 3,5 évesen, ezzel ellentétben elviszem moziba, és föl kell vele állni, és ki kell jönni. Gondolom azért a Lovas Színházban van egy olyan plusz látvány, ami leköti őket, tehát az én gyerekeim nagyon szerettek kiskoruktól például cirkuszba járni, amit én nagyon örömmel veszek, mert gyerekem a nagypapám artista volt, és én magam is egy ideig készültem, annak aztán hál' Istennek nem lettem az. Szóval igen. Tehát, hogy a látvány, meg az, hogy valami történjen, ez valóban nagyon fontos a mai gyerekeknek. Tehát, hogy ez a állandó kütyüzés, a tévében azok a mesefilmek, amik nem a szép régi dargai filmek, azok a rajzfilmek, hanem egészen mások. Ezért nagyon fontos az, hogy minden korosztálynak megvan az, hogy mennyi ideig, tehát hogy ennek azért van egy szakmai háttere, hogy mennyi ideig lehet őket lekötni, ennyi idős, ahány évesen, annyi idős korban.
és az, hogy ma már valóban az, hogy mondjuk ők szellemi táplálékban nagyon szépet és hasznosat kapnak, ez sajnos ez valóban kevés, hanem ezt látvánnyal muszáj, ami egyébként nem probléma, mert hogy egyébként ez egy jó dolog ezt kitalálni, de muszáj mellé valóban olyan látványt tenni, ami őket a kis popsijukon a székhez köti. Bocsánat, és az első bemutatónk például, ami lesz egy Janikowski darab, ott azért az 50-60 percnél nem lehet az hosszabb, mert különben nem maradnak nyugodt. Ez lett volna épp a kérdésem, hogy mikor látható az első darab, és hogy mi lesz az? Az első produkciónk az április 23-án lesz a bemutatója, ami a Janikowski Évának a születésnapja, és mivel a tulajdonosok között van a Móra kiadó, és Janikowski János, ezért ez így adta magát, hogy az Éva születésnapjának tiszteletére egy olyan produkciót mutatunk be a Hadszín Teátrumban, ami egy ősbemutató lesz. 6-7 könyvéből készül egy színpadra alkalmazott valamelyest koherens mű, ami a kire ütött ez a gyerek, tehát a születéstől a tükör előtt, ami egy kamasz monológ, egy ilyen gyakorlatilag a születéstől kis kamaszkorig ívelő időszakot. Hát akkor várjuk az első alkalmat, és gratulálunk a pozícióhoz.